Ez egy baláfüléhöz hasonló tészta, csak reszelt krumplival van megtöltve. És hagymás zsír van megpirítva, a főzőlevével fel van engedve hagymás zsír, és az a, abból készült a levél szasztja. Többek között a zsidó batyut is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület idén első alkalommal megszervezett családi napjára, ugyanis a csoport nemzetiségi ételbemutatóval is készült. A sárgarépás gőzgombóc. A sárgarépát megpirítjuk, megpároljuk, és ez egy kelt tészta, ebből pogácsákat, gombócokat szaggatunk, és ráültetjük a megpárolt sárgalépára, és lassú tűzön megfőzzük, megsütjük, pároljuk. Régen rendszeresen fogyasztották, kimondottan nem ünnepi étel volt, de szerették és fogyasztották. Ugyanaz káposztával. Sárgalépa helyett káposzta van az aljába, és ő édeskés a sárgalépa miatt, meg sós. Mikor megmaradt a káposzta, disznóvágásos töltött káposztából, a gombóc elfogyott, a hús, és így került a tészta rá, és megint hasznosítva lett minden. Nagyon sok régi sváb ételt tudtunk bemutatni, készítettek el az asszonyok, írtunk egy felhívást, hogy akinek van valami jó receptje, az otthon készítse el és hozza, de itt helybe is készítettünk ételt, és aki jön és éhes mégiscsak, és a büfé nem felel meg, akkor babgulyást készítettünk az embereknek, hogy mindenki jól érezhesse magát. Az eseményre a környező települések nemzetiségi csoportjai is meghívást kaptak, ők színpadi műsorral is készültek. Kemmler Imréné elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a programot. Reggel kezdődött 10 órától, ahol szeretettel vártuk a gyerekeket, és szép számmal jöttek is már reggel, hogy nagyon vonzó volt nekik a vízenjáró henger, hát ez szuper, a játszósarak, a kuglipálya, minden nagyon tetszett nekik. Az idén nem csináltunk semmi olyan nyilvános rendezvényt, még a disznóvágáson és hagyományozott disznóvágáson kívül, és szerettük volna, hogy egyszer nyáron is megmozgatjuk a környébeli embereket, a helyi embereket. A fellépők a Gyönki Grüne-Wiese tánccsoportnak az utánpótlás és a felnőtt csoportja, és a dunaszekcsői fúvósok lépnek fel, a dunaszekcsői utánpótlás és a nagy tánccsoportjuk, valamint Keller Antal Ferenc harmonikás különfog, és a zombai énekkar. Kicsit összekovácsolni a településen, meg a, úgy ismerkedni más kultúrával is, ugye a dunaszekcsőiek is másfajta táncot táncolnak, Gyönkön nincs hagyó vagy zenekar, fúvós zenekar, halljunk élőbe. Évente egyszer az Egyesület azt szeretné, hogy élőbe halljunk fúvós zenét.